Madár Csicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek! Én Markó Rebeka vagyok, és elérkezünk a következő videómhoz, ami egy kis beszélgetős videó lesz. Egy kicsit tisztába tevős videó lesz, ugyanis folyamatosan beleütközünk. Több eszám alatt magamat értem, pedig esküszöm, hogy egyedül vagyok itt bent. Folyamatosan beleütközök azokba a problémákba, amik a hialuronsavas töltéseket, illetve a botoxot övezik. És arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk erről egy kicsit teljesen semleges témaként, és ha valakit érdekel, vagy szeretne erről egy kicsit többet tudni, akkor az nézze meg ezt a videót, aki egyébként is töltésellenes, vagy botox ellenes. Mondhatnám, hogy az most lépjen ki ebből a videóból, de úgyis itt fognak maradni, úgyhogy üdvözlök mindenkit, kommentrészlegbe várom a nagyon csodálatos megfejtéseket, úgyse tudjuk elkerülni, úgyhogy kezdjünk bele. Az első és az egyik legfontosabb dolog, amivel szeretnék kezdeni, az a két anyagnak a definiálása és a tisztába tétele, hogy mik is ezek igazából. Egyik oldalon van nekünk egy olyan, hogy hialuronsav, amivel tölteni szoktak, volument szoktak vele növelni, tehát valamit nagyítanak. Ezzel lehet szájat, állat, állkapcsot, orcát, járomcsontot, homlokot, orrot, akármit tölteni. Rengeteg féle különböző hialuronsav van, nagyon sok gyártó, és a nagyon sok gyártónak rengeteg fajta különböző textúrájú állagú hialuronsava, ami különböző dolgokra jó. Külön anyagot szoktak tenni a szem alá, külön anyag van a szájba, külön anyag van erősebb részek töltésére. Ezek leginkább sűrűségben szoktak változni, illetve keménységben. A másik felől pedig van nekünk egy botoxunk, ami igen, egy idegméreg. Ezen szoktak a legtöbben felakadni. A botox az egy idegméreg, ami ideiglenesen, körülbelül 3-6 hónapon keresztül, szerencséseknél egy kicsit tovább, blokkolja azt az izomcsoportot, ahova be lesz adva. És az, hogy ez miért jó nekünk, az megint csak nagyon sokrétű, ugyanis a botoxot mindenki csak és kizárólag a ránctalanítással azonosítja, tisztelet a kivételnek. Viszont egy az, hogy a botox az nem feltétlen erre való, kettő pedig, hogy nem csak erre lehet jó. Első felől, igen, a botoxot szokták ráncok ellen adni. Legtöbbször azzal jönnek azok, akik ellene vannak ezeknek a kozmetológiai beavatkozásoknak, ugyanis ez nem plasztikai műtét. A plasztikai műtét az úgy néz ki, hogy felfekszel egy kocsira, betolnak a műtőbe, elaltatnak, és átvarnak rajtad valamit, vagy beraknak valamit a testedbe, vagy kivesznek valamit a testedből, de az, hogy beletöltenek valamilyen anyagot az arcodba, az nem plasztikai műtét. Király. A botox, mint idegméreg, az arc bármely területére beadva, leblokkolja azt az izomcsoportot, mint ahogy már említettem. Most, ha megnézitek, mint nekem jelenleg itt van botoxom, nem tudom összeráncolni itt a homlokomat. Illetve ezen a részen van pár csepp beadva, 1 milli van elosztva a homlokomba, 1 milli, ami pontosan ennyi, tehát ez a mimikám teljesen megmaradt, de ezt nem tudom ráncolni. Miért jó ez nekünk? Rebeka jelenleg 23 éves, de idén már 24 éves lesz. Bitch! Ami azt jelenti, hogy ha Rebekának botoxot tesznek az arcába, az egy megelőző kezelés. Nem azért adunk valakinek botoxot, hogy a már meglévő ráncait eltávolítsuk, ugyanis ez nagyon kevés esetben lehetséges. Azért adunk valakinek botoxot legjobb esetben, hogy ne legyenek ráncai, és ez nem azt jelenti, ma kaptam egy kommentet Instán, amit aztán az írója ki is törölt, de ez úgy nézett ki, hogy mert Hollywoodban van, aki annyira túltolta, hogy úgy néz ki, mint egy viaszbábú.
Egy, nem Hollywoodban vagyunk, de ez igazából mellékes. Kettő, azok, akik úgy néznek ki, mint egy viaszbábú, azok valószínű, hogy 100 milli hialuronos töltésen, ugyanúgy 100 milli botoxon, 5 arcfelvarráson, és az Isten tudja még, hogy milyen dolgon vannak túl, különböző állkapocs, áll, járomcsont implantátum, homlok implantátum, minden ilyen szárságon nem 1 milli botoxot rakatnak félkötőjele egy évente a homlokukba. Tehát attól nem kell félni, hogy az 1 milli botoxtól véletlen egyik napról a másikra viaszbábúvá fogok változni. Tehát a lényeg a lényegben, azzal, hogy nekem most ide be van adva ez a nagyon kicsi botox, nem tudom ráncolni a homlokom, tehát nem tud ránc kialakulni, ami az évek során elmélyülhetne. Ami nálam kifejezetten azért volt fontos, nem volt fontos, nekem volt fontos, mert ha kimegyek természetes fénybe, akár szűrt, akár szűretlen napfényről van szó, azonnal elkezdek hunyorogni, kék a szemem, nagyon érzékeny a fényre, azonnal hunyorgok, ami egy, azt eredményezi, hogy így néz ki a homlokom, és ezek a vonalak elkezdtek megmaradni, és nem feltétlen szeretném, hogy megmaradjanak. Másrésztről pedig annyit hunyorgok, hogy fáj tőle a fejem, ami nem mókás. Higgyétek el, nem jó dolog fájdalomcsillapítón élni. Tehát aki azt mondja, hogy nem létezik olyan, hogy preventatív botox, az nem hiszem, hogy helyes, ugyanis ha nincs mit ráncolni, akkor nem tud megmaradni a nyoma. Erre villámgyorsan szeretnék nektek egy személyes, majdnem személyes példát hozni, az én drága édesanyukám. Az én drága anyukám az egy haladó szellemű, önálló nő, és amikor bejött a botox a köztudatba 20 évvel ezelőtt, nyilván neki azonnal ki kellett próbálnia. Hogyha valaki kételkedne benne, hogy honnan jön ez a ki akarom próbálni dolog, akkor az anyukától van. És ha bár Éva kipróbálta, nem túl sokat használt neki, ugyanis anyai ágon a családfa ráncos homlokúakból áll. Akkora mimikánk van, hogy a szemöldökön felcsúszik egészen a homlokom tetejéig, és ez egészen visszafele mindenkinél látható azon az ágon. Tehát a lényeg az, hogy édesanyának 25 éves kora óta ráncos a homloka, amit amikor 35 évesen beadatta a botoxot, semmit nem segített már neki, mert már ki voltak formálódva a ráncai. Nyilván egy picit kisimította őket, mert nem tudta tovább ráncolni, de vannak azok a mély ráncok, amiket a botox már nem tud megoldani, azokat vagy egy arcfelvarrással, vagy egy hialuronos töltéssel lehet kiegyenlíteni. Emellett, csak hogy tisztán lássatok, szeretnék nektek megmutatni pár képet a 20 éves öcsémről, csak hogy lássátok, hogy nem én vagyok egyedül ilyen, neki is ugyanilyen az arcberendezése, mindenhol ráncosodunk, és míg Sanyinak, mint pasi, egy pici ránc jól áll, én 23 és fél évesen nem szeretném, hogyha már most ráncos lennék. És higgyétek el, attól, hogy fél évente, évente beadatok 1 milli botoxot, nem így fogok megöregedni. Attól ugyanúgy lesznek ráncaim idősebb koromra, csak lehet, hogy nem 30 évesen leszek ráncos, hanem majd 50 évesen kezdenek el ezek a ráncok látszani, úgyhogy igen. Emellett szeretném nektek elmondani, hogy mi másra lehet még a botoxot használni, ugyanis nagyon sok és nagyon hasznos felhasználási területe van még. Az egyik legfontosabb, amit már említettem, akik iszonyúan durva migrénnel küzdenek, azoknak vagy enyhíthetők a tüneteik, vagy akár teljesen el is mulaszthatók, ez nyilván egyéntől függ. De ha valaki nagyon komoly migrénnel küzd, akkor szerintem vegye fontolóra a botoxot, és beszéljen egy jó dokival. Ezen kívül, mint az én drága Bencém, nagyon sokan vannak olyanok, akik csikorgatják a fogukat éjszaka. Van ez a fantasztikusan nagy izom, ez az izom felel, a rágáson kívül az éjszakai fogcsikorgatásért is. Természetesen megint visszakapcsolva Hollywoodhoz, Hollywoodban azért szoktak ide botoxot adni, hogy ezt a részt vékonyítsák, ezáltal összképileg egy vékonyabb arcot kapjunk, viszont ez
igazából csak egy mellékhatás, ugyanis az ide adott botox legfontosabb feladata az, hogy meggátolja az akaratlan állkapocs mozgatást, mint az éjszakai fogcsikorgatást. Tehát ha valaki annyira csikorgatja a fogait, hogy éjszaka törnek el, mint Dezső Bence, erre is egy jó megoldás lehet az ide adott botox. Ezen kívül van egy másik felhasználási terület is, amit lehet hülyeségnek nevezni, viszont nekem volt egy osztálytársam, képzeljétek el, akinek annyira izzadós volt a tenyere, hogy nehézséget okozott neki dolgozatot írni, mert amikor izgult, még jobban izzadt a keze. Ezáltal, amikor írt a tollal a dolgozatot, el tudott folyni konkrétan az írása, a tinta. És erre is lehet jó a botox. Képzeljétek el, hogy először, amikor elkezdődött ez a trend, akkor az ingatlan ügynökök, főleg a férfi ingatlan ügynökök kezdtek el botoxot adatni a hónaljukba, ugyanis a botox az izzadást is meggátolja, csökkenti, ami náluk természetesen azért válik az előnyükre, mert nyilván profik szeretnének lenni, tehát hosszú ujjú ingben szeretnének a férfiak mutatkozni, esetleg még zakóban is, viszont ha az a zakó lekerül és egy kék ing van rajtuk, akkor nem fog egy baromi nagy izzadás volt ott látszódni a hónuk alatt, nem teljesen tisztán és szárazon tudják a feladatukat végezni, viszont emellett kézbe is lehet botoxot adni, úgyhogy ha valakinek baromira izzadós a keze, akkor arra is megoldást tud nyújtani. Ezt kihagytam a képletből, mert nem ez a legfontosabb dolog, viszont nagyon sokan vannak úgy, mint én is, hogy az arcunk egyik oldala erősebb, mint a másik, de van, akinél ez kifejezetten látszik is. Nekem ez úgy jelentkezett, hogy ezen az oldalon sokkal durvábban tudom ráncolni az egész oldalamat, viszont mivel megerősödnek a homlokomban ezek az izmok, elkezdték lenyomni az egész szemtájékomat igazából. Nem tudom, hogy most mennyire látjátok, de még így is ez a szemhéjam sokkal lentebb van, mint ez az oldal. Pedig erre az oldalra már kaptam egy kis botoxot, hogy meg legyen emelve a jobb oldalam igazából. Ugyanis ahogy elkezdett kisütni a nap, és megint egyre többet hunyorogtam, elkezdtem észrevenni, hogy annyit hunyorgok, hogy zavar a látásban, és ez az oldalam annyival lentebb van, hogy amikor ki van sminkelve a szempillám és hunyorgok, a szempilláim elkezdenek lenyomódni rendesen abba a sávba, amiben szeretnék kilátni a szememem. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy ez is csak egy esztétikai megoldás volt, de azóta nincs ilyen problémám, hogy megkaptam ezt a kis szemöldök liftinget. Azt már mondtam nektek, hogy a botox körülbelül 3-6 hónapig marad ott, ahova tették, és ezt nagyon könnyen tudjátok is úgymond ellenőrizni, ugyanis jelenleg látjátok, nem tudom ráncolni ezt a részét a homlokomnak. Ahogy elkezdem észrevenni, hogy tudom ráncolni, egyértelmű visszajelzés, hogy elkezdett kimenni a botox a homlokomból, és amikor elérem azt a pontot, hogy úgy érzem, hogy újra kellene egy kis touch-up, egy kis utánpótlás, akkor tudok visszamenni és tudok kérni többet, vagy ha nem tetszett, akkor megvárom, hogy teljesen kikopjon, és megyek tovább a dolgomra. A hialuronsavhoz szeretnék viszont annyit hozzátenni, hogy az hivatalosan fél kötőjel egy évig marad bent a kötőszövetekben igazából, viszont nem olyan régen pár tanulmány kimutatta, hogy valószínűsíthetőleg sokkal tovább ott marad a szövetekben, mint egy év, de azt is hozzá kell tenni, hogy nem az egész. A hialuronsav az egy olyan anyag, amit a szervezeted magától is termel, úgyhogy ezt le is bontja, le tudja bontani nagy részét. Nem fogja 100%-osan lebontani, és pici maradványok ott lehetnek a szövetekben nagyon-nagyon sokáig, tehát 5 plusz éven keresztül is, illetve ezek az anyagok tudnak vándorolni. Leginkább akkor, hogyha túl sok anyag van töltve egy helyre, akkor el tudja kezdeni nyomni az egyik a másikat, például, hogyha ide van töltve anyag, és folyamatosan van töltve, akkor az el tud kezdeni a gravitáció által levándorolni, ezáltal olyan helyeken plusz volument adni, amit nem biztos, hogy szeretnénk, és nem biztos, hogy előnyös. Ez ugyebár a, nem feltétlen mondanám, hogy mellékhatása, talán kockázata a hialuronsavas töltésnek, viszont azt is tudni kell, hogy a hialuronsavat lehet oldani. A botoxot nem lehet
kivenni, tehát ha berakják a botoxot, akkor azt meg kell várni, míg elkopik igazából. Viszont a hialuronsavat, hogyha nem tetszik, vagy túl sok van egy helyen, vagy nem tudom, hogy milyen példát hozzak még fel, arra van egy anyag, amit kifejezetten arra találtak ki, hogyha mondjuk én a számat úgy döntök holnap, hogy utálom az egészet, és soha többet nem akarok hialuront a számba, akkor elmegyek, beszúrják azt az anyagot, és 24-48 órát követően kioldódik teljesen onnan a hialuron. Úgyhogy konklúzióban talán annyit, hogy egyik anyag sem végleges, habár az egyik nem fordítható vissza, viszonylag gyorsan eltűnik, a másik pedig azon kívül, hogy fel is szívódik egy idő után, ki is oldható, és nagyon fontos, 18 éves kor felett töltünk és botoxoltatunk, és akármit. Még akkor is azt mondom, hogy szülőkkel konzultálva, egy észszerű, átgondolt döntést hozva, ha megvan rá a saját pénzetek, csak akkor jól átgondolva. Viszont ezen kívül pedig ezt senki más nem döntheti el, csak ti, hogy akartok-e bármilyen ilyen kezelést. És ami a legfontosabb, mérték. Itt egy fél pillanatra szeretnék visszakapcsolni arra, amikor az első ilyen videómat kitettem. A videóban látjátok, hogy kinél voltam, nem szeretném kifejezetten elmondani. Én elrontottam ott egy hatalmas nagy dolgot, ugyanis akkor pont azért mentem oda a doktorhoz, mondjuk így, hogy szájtöltést és homlok botoxot csináljon. Még az kérdőjeles volt, hogy a szemem alatti karikába szeretnék töltetni, viszont egy az, hogy azt nem is csinálta meg, kettő meg, hogy én hülye, mert nem tudok egyébként mást mondani, azt mondtam neki, hogy ezeket szeretném, de hogy igazából rábízom, és legyen az, amit ő jónak lát, és nagyon túllőtt a célon, rengeteget fizettem. Nem merném elmondani, hogy mennyit fizettem azért a fél óráért, amit én ott voltam bent a kezelőbe, és ez egy fájó pont egyébként, mert nem így terveztem az egészet. Utólag volt, ami tetszett természetesen, viszont volt nagyon sok minden, amivel egyáltalán nem értettem egyet. Hát igen. A hibáiból tanul az ember, viszont látjátok, azóta is keresem a tökéletes dokit, úgy néz ki, hogy most megtaláltam a kis csapatot, akikhez nagyon szeretek járni. Még mielőtt valaki kérdezné, az esztetikába járok, esztetika orvosi központba, és Falus Gábor, dr. Falus Gábor töltötte a számot is, illetve a homlokbotoxomat is ő adta, és teljesen 100%-osan elégedett vagyok az eredménnyel, és ezt a két dolgot nagyon szeretem is. A szemem alatti rész van egyébként még töltve, ezen kívül semmi más nincsen. A többi az a saját arcom, meg egy kis mink, de csak a homlokon van botoxolva, a szemem alatti rész van töltve, illetve a szám van töltve. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ne essetek az én hibámba, és ne bízzátok rá egy-egy sokat keresni akaró dokinak az elképzeléseire magatokat. Határozottan tudjátok mindig, hogy mit akartok, viszont mértékkel. Úgyhogy ez a mai videómnak a lezáró mondata. Remélem, hogy egy kicsit tisztába tudtuk tenni ezt a botox és hialuronsav témakört. Ha bárkinek bármi kérdése van, akkor privátban várom a kérdéseiteket. Ha szeretnétek, akkor itt is már a komment részlegbe, de privátban is nagyon szívesen válaszolok nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!